Márki Péter rossz vezető, a Dév meg egy rossz youtuber, mert hardcore MZP rajongó. Na hát... No! Van egy youtuber, úgy hívják, hogy sapkás piréz, és tényleg van rajta sapka? A kolléga nemrég feltett egy videót MZP-ről, meg rólam. Azt kell tudni a sapkás pirézről, hogy nagyon felkészült, baromira sok munkát tesz bele a videóiba, nagyon sokszor nagyon jókat mond, még sincs mindig igaza, például most sincs igaza. Ettől függetlenül szívből ajánlom a csatornáját, iratkozzatok rá fel, persze csak akkor, hogyha már rám is feliratkoztatok, de akkor nézzük is meg, hogy miket mondott rólam ez a sapkás csávó. Hát először is megdicsért, amit nagyon szépen köszönök neki. A Dévvilága csatorna tévének gyakran vannak jó meglátásai és elég szórakoztató geggjei. Igen, mm. igen. Aztán jött a kritika. Kézoltára és Lukácsi Katalinra reagál, amiből Kézoltára őszintén bevallom, nincs nagyon véleményem, nem nagyon látom át a pártfinanszírozási szitút, de tény, hogy Kéz Facebook posztja nem volt a legbarátságosabb. Kézt viszont Lukácsival együtt rögtön leárulózza. Már Péter jó vezető? Lukácsi Katalin és Kéz Zoltán árulók? Ó, igen. Igen, igen. A zenéskek mondjuk Ismét köszönöm a dicséretet, de akkor válaszoljunk a youtuber kolléga kritikájára. Azt állítja, hogy a Dév lárulózza Lukácsi Katalint, és egy szintre hozza Kéz Zoltánnal. Ebben egyébként igaza van, nagyjából ezt csináltam, bár Lukácsi Katalint kisebb árulónak tartom, mint Kéz Zoltánt, de azért árulónak tartom valóban. Miért? Hát például azért, ami sapkás piréznek se volt túlságosan szimpatikus, a hírtévés haknizásért. De leginkább és elsősorban azért, mert egy olyan politikus, aki a miniszterelnök jelölt első számú bizalmas, a harcostársa, az nem mondhat olyat, hogy nem tartja jó vezetőnek a miniszterelnök jelöltet. Hiszen, hogyha így gondolja, akkor miért áll ott mellette? Hát akkor mennyi onnan! Na, húzza Ez bőven túl van a kritikán. Kritika az, hogy Péter ezt és ezt nem kellett volna csinálni vagy mondani itt és itt változtassunk a kommunikáción. Ez kritika. Viszont az, hogy Péter, te nem vagy jó vezető, ez már Péter karaktergyilkossági kísérlete. Hiszen mit is akartunk mi Márkizaj Péterre bízni? Ja, hát és semmi különöse, csak az országot. Mit is akart Lukács Katalin? Egy rossz vezetőre akarta bízni a hazánkat. What the f***? Amikor a hírtévében megkérdezték Lukács Katalintól, hogy miből gondolta, hogy MZP jól fogja vezetni az országot, ha nem tartja őt jó vezetőnek, akkor Lukács azt mondta, idézem, hogy ezt a következtetést vontam le a választási eredmény után. Nem a kampányban láttam ezt, hogy Márki Péter rossz vezető. Mi van? A választási eredmény után látta Lukács Katalin, hogy MZP rossz vezető, és a kampány alatt ezt nem tapasztalta? Hát nem az az érdekes, hogy MZP a kampányban milyen vezető volt? Teljesen abszurd, amikor Lukácsi azt mondja, hogy a választási eredmény után jött rá arra, hogy MZP rosszul vezeti a mozgalmat. Mennyi idő telt el a választások óta? Nem olyan nagyon sok. Sokkal tovább tartott az az időszak, amíg Lukácsi Katalin megtapasztalhatta, hogy MZP ezek szerint jól vezeti a mozgalmat, hiszen ott állt mellette akkor még úgy tudta, hogy jó vezető MZP. Aztán elvesztette az ellenzék a választást, és hirtelen eltűntek MZP vezetői képességei, de hová? Már bocsánatot kérek, de hogyha egy vezető jó vezető az idő legnagyobb részében, ráadásul a fontosabbik részében, a kampányban, és az idő kisebb részében esetleg követel hibákat, akkor az a diagnózis, hogy rossz vezető, akkor rögtön levelet kell írni, és el kell menni a Hírtévébe. Képzeljük el, hogy kiszivárok mondjuk semmilyen Zsolt levele, amiben arról ír a miniszterelnök helyettes úr, hogy Orbán Viktor nem jó vezető. Tehát én tudom, hogy ez lehetetlen, mert a kormánytól nem szivároghat ki soha semmi, és az is tök világos, hogy semmilyen Zsolt számára Orbán Viktor fontosabb, mint a Jézus Krisztus, hiszen Orbán Viktor parancsait gondolkodás nélkül mindig végrehajtja. Hát a Jézus Krisztusért azért nem mindig. De mégis játszunk el a gondolattal, hogy kiszivárog egy ilyen levél. Vajon Hány percig maradhatna a pozíciójában semmilyen zsolt? Hát nem túl sok percig. Dév azt is állítja, hogy nincs objektív mérce, hogy ki a jó vezető. Nincs olyan objektív mérce, ami alapján meg tudjuk azt mondani, hogy ki a jó vezető. Az, hogy ki a jó főnök, mindig szubjektív. Nem megyek bele ebbe részletesen, de bőven vannak kutatások, például ez vagy ez. Amikből merem állítani, hogy a delegálásra képtelenség és mikromenedzselés, amit MCP művelt, nem jó vezetői kvalitások. tanulmány tanulmánya kifejezetten mikromanagement betegségről beszél. A sikert lehet objektív módon mérni, a vezetői képességet nem. Az mindig szubjektív. Az egyik alkalmazott szerint jó vezető a főnök, a másik szerint nem az. Az egyik embernek az egyik fajta vezetési stílus jön be, a másiknak meg a másik. Erről beszéltem. A fideszesek szerint Orbán Viktor jó vezető, szerintem meg nem, és azt hiszem nem vagyok ezzel egyedül. Akinek az irányítása alatt ennyi ember elmegy nyugatra, aki úgy kezeli a járványt, ahogy a Viktor, az nem jó vezető, szerintem. De hát a fideszesek szerint meg tök rendben volt itt minden. A delegálásra képtelenség és a és valóban nem jó vezetői kvalitások, és ez a mondat még igaz is lehetne, ha egy cégről beszélnénk, és mondjuk nem vennénk figyelembe azt a környezetet, amiben MZP-nek vezetnie kellett. Ha egy vezető nem jól delegálja a feladatokat, vagy egyáltalán nem delegál semmit, az valóban probléma. Ennél már csak az a nagyobb probléma, hogyha egy olyan csapat dolgozik elvileg neki, ami nem hajlandó elvégezni a feladatot, és ott veri át a kapitányt, ahol csak tudja. Nagyon könnyű a delegálás hiányában lehetne a hibát, hogyha összehondik egy kampánygépezet, de én talán mégis elidőznék egy icipicit a nulladik kilométerkőnél, ami ugyebár az úgynevezett lojalitás. Ha lett volna minimális lojalitás ebben a csapatban, de csak annyi lojalitás, hogy ne a saját miniszterelnök jelöltjük ellen dolgozzanak, hanem mondjuk a Fidesz jelöltje ellen. Hiszen ez volt a feladat, ezt várták el a választók, akkor talán a delegálás hiányát is lehetne objektíven vizsgálni, és talán MZP-nek is könnyebb lett volna átadni bizonyos feladatokat másoknak. De amíg a környezet, amiben ez az egész kampány zajlott, amiben MZP-nek kampányolnia kellett, ennyire ellenséges, addig hagyjuk már, hogy MZP-nek mit kellett volna delegálni, mert tényleg tökön szúrom magam. Egyébként, hogyha van delegálásra képtelen vezető a magyar politikában, az éppen Orbán Viktor, akkor most ő is rossz vezető, ha jól értem, ugye? Mert ő aztán tényleg soha nem engedne át senkinek semmilyen feladatot, én legalábbis nem emlékszem, hogy értett tett volna, de Orbán Viktoron valahogy soha nem kéri számon senki csak MZP-n. A mikromanagement ugyebár azt jelenti, hogy ha jól vagyok értesülve, hogy egy vezető minden apróságot személyesen ellenőriz, aminek egyébként valóban sok hátránya lehet. Feltéve, hogy egy olyan csapatot vezet az ember, amelyik valóban neki dolgozik, és nem ellene. Nos, a Direkt 36 cikkéből nagyon szépen kiderül, hogy Márki Zaj Péter nagyon helyesen tette, hogy minden apróságra odafigyelt, sőt, éppen az volt a baj, hogy még így is át tudták venni. Egyszerűen hazudtak neki a pártok, amikor MZP azt mondta, hogy ne egy szórólapot terjeszünk, ami úgyis a kukában fogja végezni, hanem csináljuk mondjuk inkább egy bulvár újságra hasonlító reklámanyagot, amit mondjuk talán el is fognak olvasni az emberek, akkor azt hazudták neki, hogy a szórólap már nincsen, miközben volt. Egyszerűen nem hajtották végre az utasításait, miközben Gyurcsány MZP-t folyamatosan kapitányozta. Tényleg csodálkozunk azon, hogy már Zaj nem akarta kiengedni a kezéből az irányítást. Az én állításom az, hogy azért nem MZP vezetői képességeivel van a probléma, mert bárki lett volna a helyében, ezt a csürhét nem tudta volna irányítani. Ha egy olyan társaságot kell vezetned, amelyik teljesen egyértelműen hazudik neked, le akar járatni, el akar téged távolítani a pozíciódból, nem hagyja végre, amit mondasz, akkor teljesen mindegy, hogy milyen vezető vagy. Ki sem fog derülni, hogy milyen vezető vagy valójában, mert ennek semmi köze a normális működéshez az az igazság, hogy ahhoz, hogy vezetni tudj egy céget vagy egy pártot, ahhoz legalább az kell, hogy azok az emberek, akiket irányítasz, valamilyen mértékben függjenek tőled. Ha elbocsáthatod őket, ha levonhatsz a fizetésükből, akkor ez a félelem rá fogja venni az embereket arra, hogy végrehajtsák, amit kérsz tőlük. Természetesen az is jó, ha van tekintélyed, sőt, az a normális, ha nem elsősorban amiatt hajtják végre az utasításokat, mert függnek tőled, hanem azért, mert felnéznek rá, mert tisztelnek. De a nem lehet kivenni a képletből akkor sem, Anél kül nem megy. Ráadásul ezek a pártok nem, hogy nem tisztelték MZP-t, hanem konkrétan ellenséget láttak benne. Annak a veszélyét látták benne, hogy valaki itt leválthatja őket. Ezek a pártok az MZP által meghirdetett ellenzékváltástól féltek. Hozzáteszem jogosan. Attól féltek, hogy ha ez az ember még nagyon sokáig beszél arról, hogy az ellenzéki pártoknak meg kéne tisztulniuk, akkor előbb vagy utóbb esetleg talán a választók részéről is megfogalmazódhat ez az igény. Ez volt a probléma. Visszatérve a függésre. Milyen mértékben függtek a jobbikosok vagy a békások MZP-től? Hát semennyire. MZP maximum a saját stábján belül rúghatta ki az embereket, ő legfeljebb a saját stábját tudta vezetni, de a pártok emberei semmilyen mértékben nem függtek tőle, vagyis úgy verhették át, ahogy akarták, és azt az utasítást hajtották végre, amelyiket éppen akarták. Egy ilyen helyzetben teljesen abszurd azt a kérdést egyáltalán felvetni, hogy MZP jó vezető vagy sem. Ha Orbán Viktor lett volna a helyében, őt is pontosan ugyanígy átvették volna. Orbán Viktor nem azért tudja vezetni a Fidesz, mert olyan nagyon jók a képességei, hanem azért, mert ott mindenki ki tőle függ. Ha nem így lenne, őt is két perc alatt csinálná ki. A múltkor már említettem a gyurcsányos példát. Gyurcsány Ferenc az MSZP-ben még nem volt jó vezető, a DK-ban meg már igen. Azért szivárgott ki az összödi beszéd, mert Gyurcsány nem volt jó vezető. És most azért nem szivárok ki róla semmi, mert jó vezető. De is? Arról van szó, hogy az MSZP nem az ő pártja volt, nem fügtek tőle az emberek, a DK meg az ő pártja, és kármilyen mindenki tőle függ benne. Év ezután magyarázó erejében egy teljesen értelmetlen különbségtételt tesz uralkodó és vezető között. Én úgy látom, hogy mi felénk a pártokat, mozgalmakat nem vezetik, hanem uralják. Egyrészt vezetői képesség ahhoz is kell, hogy valaki uralkodóvá tudjon bálni a pártjában. Azt nem vitatom, hogy az uralkodáshoz is szükséges valamiféle tehetség. A Gordiuszi csomó átvágásához is kell tehetség. Csak nem annyi tehetség kell hozzá, mint a kibogozásához sokkal nehezebb vezetni, mint uralkodni. Uralkodáson azt értem, hogy a Fidesz és a DK szektaként működnek. Orbán és Gyurcsány pártjában nem szimplán lojálisak az emberek a vezetőikhez, amivel egyébként nekem semmi bajom nem lenne, ez tök normális, hanem konkrétan mindenről Orbán és Gyurcsány dönt. Nincs valódi vita, nincs kritika, Lukácsi Katalin féle kritika, meg aztán végképp nincs. A Fideszről és a DK-ról sok mindent el lehet mondani, de azt, hogy minimális mértékben is demokratikusan működnének, na azt nem. Én tudom, hogy a Gordiusi csomó átvágása sokak szemében egy ügyes húzás, pedig ez valójában csalás. Ilyen értelemben persze Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc tehetségesek, hiszen kell valamiféle tehetség ahhoz is, hogy elfoglalja egy pártot és szektaként működtest. De erre azt mondani, hogy ez tehetség, nagyjából olyan, mint hogyha viszkisre azt mondanám, hogy kiváló üzletember, hiszen milyen ügyesen megszerezte azt a sok pénzt a bankoktól. Valamennyi tehetség kell a szabályok áthágásához is. Ezt nem vitatom, de sokkal több tehetség kell ahhoz, hogy a szabályok betartása mellett is sikeres legyél. Az, hogy egy párt személyközpontú, vagy nem az, nem határozza meg, hogy a párt jó vagy rossz lesz. Lásd az identitás nélkülöző jakabista jobbikot, vagy az Orbán rendszer kiszolgáló gyurcsányista dékát. Egy elvakult uralkodó tönkre tud tenni egy pártot. Bevallom, hogy ezt a részt úgy nem értem, ahogy van. Tehát én nem mondtam olyat, hogy egy párt jobb lesz azáltal, hogy egy személy körépül épül fel. Épp ellenkezőleg szerintem rosszabb lesz. Ha egyáltalán van értelmét jóról és rosszról beszélni. Nem teljesen világos a számomra, hogy ez pontosan mit jelent. A Fidesz, a DK és a jobbik sikeres pártok. A szektársadás Magyarországon általában sikerhez vezet. Nem jó lesz a párt ettől, hanem sikeres. Persze a jobbiknál felvethető, hogy sokat veszítettek ahhoz képest, ahol korábban tartottak, viszont azt nem igazán mondhatnánk, hogy ők lennének a legkisebb párt az ellenzékben, és a szektársadás sem tart ott ebben a pártban, ahol például a DK-ban és a Fideszben tart a Fidesz sikeressége nem szorul magyarázata szerintem, ami pedig az ellenzéket illeti, a DK és a Jobbik az ellenzék legnagyobb, legsikeresebb pártjai. A céljukat réges rég elérték. Sosem az volt a céljuk, hogy legyőzzék Orbán Viktort. Ezek a pártok frakciót akartak, lehetőleg minél nagyobbat, állami támogatást akartak, lehetőleg minél többet, és nem akartak olyan figurákat a közelbe se látni, mint MZP vagy Hatházi Ákos, akik esetleg őket is elszámoltathatják majd egyszer akik az ő ügyeiket is vizsgálhatják majd egyszer. Ezért felel meg neki Orbán Viktor a hatalomban, mert Orbán Viktor bebizonyította, hogy ő aztán tényleg soha nem fogja őket elszámoltatni. Miért zavarná ezeket a pártokat Orbán? Ma Magyarországon sajnos úgy lehet sikeres pártvezető, ha uralkodsz a saját pártodban. Ennek persze vannak fokozatai. Nem kötelező elmenni a szektáig. De az kijelenthető, hogy a magyaroknak valamiért nem megy a demokrácia. Valamiért nem vagyunk rá alkalmasak. Azok a pártok, mozgalmak, amelyek megpróbálnak demokratikusan működni, egyszerűen nem tudnak nyerni egy szektával szemben. A Fidesz és a DK mindig le fogja nyomni ezeket a próbálkozásokat. A szektából ugyanis nem szivárok ki semmi. Egy szektában nincsenek árulók. És akkor adódik a kérdés, hogy ezek szerint akkor MZP-nek is szektát kéne csinálni? A természetesen nem. Nem hiszem. Nem kell a szektáig eljutni, de az árulóktól meg kell szabadulni. Anélkül nem fog menni. De végül felháborodik azon is, hogy Lukácsi attól fél, hogy MZP gyurcsányá válik. Hogy érti ezt a Lukácsi Katalin? Márkizaj Péter is bevallotta, hogy hazudott reggeltől estig. Ő is mondott beszédet összödön? Nem vagyok gondolatolvasó, de én is látom a lehetséges veszélyt. Szerintem Gyurcsány azon szerepére célozhatott Lukácsi, hogy bár egy szűk réteg számára megkerülhetetlen személyiség, annyira elutasított a nem fideszesek körében is, hogy személyes jelenléte mindenfajta ellenzéki tömörülésben iszonyatos rombolásokat hajt végre. Gyurcsány teljesen képtelen arra, hogy a saját káros szerepét belássa. mzp természetesen nincs olyan múltja, mint Gyurcsánynak, de ha a jelenlegi kommunikációját és szemel ellenzős követőtáborát figyeljük, akkor megteremthet egy elvakultságában ugyanolyan közeget, mint amilyen a jelenlegi DK. Szerintem Dév MZP-hez hasonlóan megerősítési torzít, aki MZP-t bántja, az rossz. Szerintem ebben bőven bom veszély. A megerősítési torzítás nem egy különleges jelenség, talán a leggyakoribb kognitív torzítás a világon. Így minden hardcore követőre jellemző ez, nem csak Dévre, és nem csak az MZP fanokra. Például a kemény DK-sok is ezt csinálják. Viszont gyakran több ilyen szemel ellenzős tábor egymásnak feszül, és azt gondolja, hogy mindenki más elvakul. De ők nem, ők persze a kivétele. Érdemes ezekből a szélsőséges, ordító meccsekből kilépni. Javasolnám MZP-nek, Dévnek és az összes hardcore MZP rajongónak, hogy kicsit lépjenek hátrébb a szituációtól. Visszakézből felháborodni és az első adandó jó magyarázatot megragadni nem vezet jó megoldásokhoz. Hogyan is válhat MZP gyurcsányá? Mit mond erről Sapkás Piréz? Hát azt mondja, hogy a gyurcsány egy szűk réteg számára megkerülhetetlen személyiség, amilyen ugye MZP is, ez eddig igaz, jelenleg 3%-ra mérik az mmm ami valóban nem egy nagy tömeg, ebből viszont még nem következik, hogy ez egy szekta lenne. A következő érve az, hogy MZP a nem fideszesek körében nagyon elutasítottá válhat, ez is lehetséges. Ebből viszont szintén nem következik az, hogy gyurcsányá válhatna MZP. És pontosan azért nem, amit SP is elismer. Nem, nem ő, Sapkás Pirézre gondoltam. Szóval Sapkás Piréz is elismeri, hogy MZP-nek nincs gyurcsányéhoz hasonló múltja. Amiért elutasítottá válhat az az, hogy lekarakteregyilkolta, összegyurcsányozta a propaganda, és ebből mi következik? Hát az, hogyha ezt MZP-vel sikerült megtenni, akinek, ahogy megbeszéltük, nincs gyurcsányhoz hasonló sötét múltja, akkor bárkivel meg lehet tenni azt nem látja a kolléga a sokakkal együtt, hogy a NER propaganda bárkit le tud karaktergyilkolni. Értjük? Bárkit. MZP mondataival azért kellett ennyit foglalkozni, mert nem találtak semmi mást róla. Most azt gondoljuk, hogy MZP nem volt alkalmas a szerepre, mert rosszul kommunikált. Oké, okay, rendben. Dobrev Klára meg azért nem lenne alkalmas, mert hát mert neki már össze se kell mert hogy már ő akkor összegyúcsányozta magát, amikor hozzáment a Ferihez feleségül. A karácsonygegő meg nem tud angolul, és mellesleg balfék. A gyurcsány az gyurcsány, a vonagából meg meleg, meg muszlim. A Jakab Péter elárulta a jobb oldalt, ami mellesleg még igaz is. Az MSZP az utódpárt, egyébként meg nincs is a momentumosok, álomgyilkosok, meg zaklatók. Basszus, mikor értjük már meg, hogy teljesen mindegy, hogy kit állítunk ki Orbánnal szemben. A propaganda mindig fog találni valamit ellene. Nincs olyan ember, akinek nincs gyenge pontja. Mindenkinek van gyenge pontja, és a NER meg fogja találni. Egyébként Orbán Viktornak is van gyenge pontja, nem is egy, csak az a különbség, hogy a Fidesz beletesz egy Facebook kampányba mondjuk több milliárd forintot, az ellenzék meg nem, mert nem tud. A Fidesz többek között azzal a mzp hogy össze beszél. Hát ha van a magyar politikában olyan szereplő, aki össze-vissza beszél, az konkrétan Orbán Viktor. Kiáll Putyin mellett, majd másnap elítéri. Betámadja Brüsszelt, másnap meg mindent megszavaz. Ez Orbán Viktor. Ő valóban össze-vissza beszél. Csak ez nem számít, mert neki ezt elnézik a szavazói. MZP-nek meg senki nem néz el semmit. Ha Orbán Viktor mond egy hülyeséget, másnapra már el is felejtettük. Ha MZP mond egy hülyeséget, azzal hónapokig foglalkozik a propaganda is, meg még az állellenzéki média is. MZP-t ráadásul alkalmatlan teszik a baromságai a propagandának köszönhetően, Orbánt a saját baromságai meg még annál is alkalmasabbá teszik, mint amilyen alkalmas addig volt, mert réges -rég nem a valóság számít, csak a valóság táralása. Bármekkora hülyeséget mond, hogy tesz Orbán, Vona Gábor mindig el fogja mondani, hogy ő egy zseni, MZP meg nem tud olyan jót húzni, hogy bárki megdicsérje őt, mert róla az ítélet már korábban megszületett. Értjük ezt? Értjük, hogy mekkora hátrányból indul bárki, aki elindul Orbánnal szemben? Na, ehhez képest tessék értékelni a választási eredményt, meg a képességeket. Szóval bárkiből lehet gyurcsány. Lukács Katalin jobban tette volna, ha 10 millió levelet ír, nem pedig egyet. Ugyanis minden magyar ember potenciális gyurcsány Ferenc, aki elindul Orbán Viktor ellen, abból a NER média gyurcsány csinál. Nem MZP-nek kell levelet írni, hogy ne legyél gyurcsány, hanem talán el kéne magyarázni a embereknek, hogy miért nem gyurcsány MZP. Feltéve, hogyha nem árulók akarunk lenni, hanem mondjuk harcostársak. Attól egyébként nem kell tartani, hogy MZP személye által az összefogásnak, mert az összefogásnak vége. Nincs többé. Soha többé nem szabad egy listára menni gyógysányal és jakabbal. Én biztos, hogy ilyen listára soha az életben nem fogok szavazni. Ha az én szavazatom kell az ellenzéknek, akkor ahhoz kell egy MZP párt, vagy kell egy Momentum, a lényeg, hogy külön listák kellenek. Ettől még tőlem nyerhet a gyurcsány választás, csak az én szavazatom nélkül kéne nyernie. Szóval az összefogásnak nem tud ártani MZP, mert az nem nagyon van. A saját pártján belül pedig szintén nem tud kárt okozni, és ha az a párt tényleg az ő pártja lesz, akkor neki sem tudott senki se kárt okozni. Nem arról van szó, hogy aki MZP-t bántja, az rossz. Hanem aki MZP-t nem jogosan bántja, annak nincs igaza aki pedig a legfőbb bizalmasaként karaktergyilkolja, az árló. Én tudom, hogy ez egy bélyeg, csak én ezt alá is támasztom érvekkel. Elmondtam elég hosszan, hogy miért tartom árulásnak, amit Lukács Katalin tett. Természetesen lehet erről vitatkozni velem. Láthatóan maga már Kizaj Péter sem ért velem egyet ebben egyébként. Szerinte sem áruló Lukács Katalin úgy tűnik, de ettől még szerintem az. Minden esetre sapkás piréznek is ezt tudom javasolni, hogy ha bélyeget ragasz rám, akkor indokolja is meg. Ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy a dév hardcore MZP rajongó, meg hogy a dév megerősítési torzít. Igazoljuk mondjuk konkrét példákkal, hogy miért is van így. Sajnos én úgy vettem észre, hogy ezek a konkrét példák eddig hiányoztak. Én értem, hogy úgy tűnik, hogy fanatikus MZP rajongó vagyok, mert őt tartom a magyar politikai életben a legalkalmasabbnak az ország vezetésére, de mondjuk nem lehet, hogy azért mondom ezt, mert így gondolom, és nem azért, mert naponta imádkozom hozzá? mert hogy egyébként nem imádkozom hozzá, csak hogy világos legyen. Nem inkább arról kéne vitatkoznunk, hogy miért alkalmas vagy nem alkalmas MZP vagy Orbán Viktor az ország vezetésére, ahelyett, hogy bélyegeket ragasztanánk a másikra, anélkül, hogy alátámasztanánk. Egyáltalán nem gondolom azt, hogy MZP tökéletes lenne, baromi nagy hülyeségeket mondott a kampány alatt, rengeteg kommunikációs hibát elkövetett, én még speciál nem láttam olyan gyurcsányhívőt, aki ilyesmit kimondott volna a Feriről, pedig a Feri is elég sok hülyeséget mondott már élete során. Nem is mindenben értek egyet már Zajjal, ráadásul én például nem hiszek a Jézus Krisztusban, meg se vagyok keresztelve, egész életemben ballipsi voltam, mégse fogok soha olyan listára szavazni mostantól, amin például a DK rajta van. MZP-re viszont fogok szavazni, annak ellenére, hogy vannak hibái, annak ellenére, hogy jár templomba, én meg nem járok, mert az én számomra az a fontos, hogy kinek tudom elhinni, amit mond. Nem hiszem, hogy attól én hardcore rajongó lennék, hogy MZP-n kívül egyik párt vezetőjének se hiszek el igazából semmit. Nem hiszem, hogy attól fanatikus MZP hívő lennék, hogy nem hatott rám a Fidesz vagy az áll ellenzéki sajtók propagandája. Attól én csak normális vagyok.